Négy-öt évvel ezelőtt Szerbia a csőd szélén állt. Szükségesek voltak a komoly megszorítások. A létszám stop, a közbérek és a nyugdíjak csökkentése, mondta Pásztor István. Ezek nem voltak populáris lépések, mégis ezek jelentették az egyedüli módját annak, hogy az ország teljes lecsúszását megakadályozzák, tette hozzá a VMS elnöke. Nem volt dilemma, hogy kiállnak-e az intézkedések mellett. Az ellenzék viszont rossz hangulatot keltett, mondta Pásztor. Ezeknek a különböző véleményeknek a megfogalmazásában azt tükröződik, hogy a köztársasági elnököt, Vucicyt jobban utálják, mint amennyire a realitásokat elfogadják azt hiszem, hogy talán ezeket a számokat és egyáltalán ezeket a folyamatokat ki kellene venni a napi politikai csatározásokból, mert talán nemzeti érdek és mindenki érdeke az, hogy az ország előre haladjon. A VMS elnöke szerint az újonnan megalakuló Magyar Nemzeti Tanácsban folytatni kell a már elkezdett munkát, de bizonyos feladatokra jobban oda kell figyelni. Az óvodafejlesztés mellett a fejlesztés is fontos. Rengeteg olyan óvodai épület van, ahol valamikor működtek bölcsödék, és most olyan állapotban van a, az egész létesítmény, hogy, hogy független attól, hogy igény volna rá, nem tud működni. A fiatalok itt tartása szempontjából egyrésztben a, a fizetés nagyon fontos, a, a pénztárca vastagsága nagyon fontos, de legalább annyira fontos az, hogy a gyerekeket biztos helyen tudják, hogy valaki foglalkozzon velük akkor, amikor ők dolgoznak. Úgyhogy ilyen szempontból ezt én stratégiailag fontosnak tartom. Pásztor István elmondta, az oktatás terén is szembesülnünk kell a gyermeklétszám csökkenésének problémájával. Szükség lenne az általános iskolai rendszer racionalizálására, ami nem csak a vajdossági magyarságot, hanem az egész országot érinti. Ki kell alakítani egy elképzelést, hogy milyen rendszer felelne meg leginkább a magyarság számára, amiről azután egyeztetni lehetne. Emellett további beruházások kell lennének a középiskolai központokban, és odafigyelni arra, hogy emelkedjen az oktatás szint. Te, fejtette ki a VMS elnöke.